Az eseményen ezúttal is részt vett Sirató Ildikó Kerényi tanár úr özvegye, és természetesen leánya Anna is. Az esemény fővonulatát ezúttal a forgatókönyvek, kiállítások, múzeumok témakör adta. A családias hangulatú összejövetelen elsősorban azok vettek részt, akik az irodalmi múzeológia kapcsán kerültek baráti vagy munkakapcsolatba Kerényi Ferenccel. Ő a barátaival nagyon jó barátságban volt mindig, tehát sohasem valamilyen külső érdekek vezették, és akkor, amikor például Kiskörösön, ugye először a múzeum indulásakor találkozott az akkori polgármesterrel és a különböző tisztviselőkkel, azt hiszem, hogy azért tudott sikeresen lobbizni, hogy úgy mondjam, a múzeum a kultúra érdekében, mert velük is megtalálta a hangot, be tudta bizonyítani, hogy miért érdeke a gazdaságnak, a politikának az, hogy a kultúrát támogassa és a kultúrát terjesszék együtt. Kerényi Ferenc kutatási területe a 19. századi irodalom, a 19-20. századi drámairodalom és színjátszás története volt. Nevéhez fűződik Petőfi Sándor, Vörösmarty Mihály műveinek, illetve Madács az ember tragédiája című művének kritikai kiadása és a Petőfi monográfia. Benne volt egy olyan speciális precizitás és pontosság és tisztelet az adatok iránt, amit ma már nem nagyon tapasztalok még az irodalomtörténészek körében sem. Tehát Ferire biztosan lehet számítani abban, hogyha az ember hozzáfordul, akkor a segítségére tud lenni a legkisebb adatokkal is. Illetve amikor említettem, hogy együtt dolgoztunk a Petőfi köteten, akkor azért az úgy nézett ki, hogy ő leadott egy listát, hogy mit szeretne, és ott azért jó részt forrás is volt, vagy ha nem volt forrás, akkor kérdőjelre ott volt azért, hogy hová fordulhatok. Tehát mindenképpen a munka módszeréből nagyon sokat lehetett tanulni. Dr. Kerényi Ferencet nagyon sokan ismerték és szerették Kiskörösön is. Része volt minden megmozdulásban, ami Petőfivel kapcsolatosan Kiskörösön történt. A Petőfi kiállítások forgatókönyvét az utóbbi 30 évben mindig ő készítette el. Többször tartott rendkívüli irodalomórát érettségi előtt álló diákoknak és népszerűsítő előadást a múzeumban. Magasra tette a mércét az őt követő irodalomtörténészek, irodalmi múzeológusok számára egyaránt.